Sziasztok, én Gábor vagyok, és a mai videóban a Warthunderrel fogok játszani. Ezen belül is a Hackettel fogok egy kicsikét jobban belemerülni a mai nap folyamán. Mi azt jelenti, hogy javában ugye vele fogok játszogatni, hát őkre lehet majd számítani csatákra. 2-3-at fogok vele menni. Amit érdemes lehet tudnotok, hogy nem igazán fullos még, nincs minden rajta kifejlesztő, de eléggé meg vagyok már vele. És úgy megnézzük, hogy el fog muzsikálni az elkövetkezendő csatákban. Persze, hogyha gyorsan kilőnek vele, akkor átmegyek a másik oldalra, de javában vele fogok játszogatni. És akkor vágjunk is bele Árgád szárazföldi csatába. Hát, hogy gyorsan be is dob bennünket. Benn is vagyunk. Ki is válaszol szépen a helyeket, és akkor mehetünk a csatára. Csatába. Elmegyünk elsősorban itt a C pont felé. Megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni. Hát, hogyha valami érdemi előre haladást tudok majd vele abszolválni. Persze hátrányom ő neki az első másodpercben. Az nem lenne egy hátrány. Hogyha most ezt is szépen megúsznám. Azt nem talált, sajnos. Az a KV-1 az meglett. Nekünk itt T-34. 85-ünk, ami nem talált, itt közben lövik a puskásomat. Ennél remesebb lőni. Még őt. Nem találtam már sajnos. Sajnos nem talált. Shit, shit, shit. Elég rendesen gyepálják a csapattársaimat is. Most csak géppuska lett. Nem, viszont elmegyünk, de mocskos gyorsan. Mennyire elhullottunk. Pozíciót váltunk. Majd igazság szerint vissza is mehetünk, mert már jönnek a csapattársaink. Egyébként nem igazán szerettem volna itt maradni. Egy ágyúval nem sokra mentem volna. Hopp, hopp, hopp. Nem 64-es. Éj!
Nem számítottam arra a pantára ott fönt. Mindegy, így első körbe ez a H2-tel. Hát, tudtam volna jobbat is játszani. Mindegy. Nézzünk itt egy varázsgépesgetést. P47 Mustang. Mi az nem bombázó volt? Úgy néz ki, hogy nem. Ez itt felrobbant mellettünk. Én sajnos elkezdve nem nagyon tudtam érvényesülni. Voltak jó pillanatai a kis tankocskának, de nem bírtam bele sokáig manőverezgetni. Túlságosan előre mentem. Bombáznak rám itt össze-vissza. Itt füstöl mellettem a kis helyketünk. Hát nem jöttem odáig. Az a baj. Ott egy KV-80, minden marhaság van ott. Egy P-38-85. Nem baj, őt kilőttem. Már pedig kettőt kilőttem. Kettőt kivittem a... az élők sorából. Hármat? Nagyon szép. Meg kéne ülni erre a C-pontra, de mocskosul, srácok. Ott egyet kis kaptak. És sajnos elbukta a küldetést. Nem baj. Hát a következő jobban fog sikerülni. Még eredményben 8-ok lettünk a csapatban. Kaptunk egy kis pénzt, egy kis tapasztalati pontot, kb. Fejlődött mind a két harcjárműünk, amivel ebben voltunk. Sajnos helyekkel nem nagyon tudtam érvényesülni. Inkább az a M6-os történet jött be nekem. De megpróbáljuk a következőt is a helyekkel. Benne is vagyunk a másik csatában, be is dobott minket a játék. Megyünk itt a
általában megszokott A pontos taktikára. Hát, hogyha tudok valami érdemlegeset művelni. És picit többet, mint az előző csatában. Teljesen fölösleges volt, de nekem így is jó. És megint eléggé magas szintre dobott be, mert itt vannak tigrisek, IS-1-esek, meg ilyenek. Azt mondom, a PT-76B is eléggé magas szintű. Ők ezt a pontát nem mocskos gyorsan. Na, egy asszisztot kaptam rá. Zónafoglalás, nagyon jó. Hát fönnakadtam ebbe a rajciklába. Menjél be. Beton. Beton hengerbe. Előtte magát pont, és nem bírtam rá kimenni. Úgy. Meghaltam. Ez kár volt, kigép puskázott. Sajnos az ennyi volt, srácok. Túl vakmerő vagyok, az a baj. Az a baj, túl vakmerő vagyok. Baj, volt egy asszisztunk és egy zóna foglalásunk. Túl vakmerő vagyok, az a baj. Mennék, nyomnám, csinálnám. De ez látszik, nem igazán kifizetődő. De hogyha maradok a seggemem, és nem megyek ki arra M4-esre, amíg talán esélyem is lett volna őt kilőni. De nem vagyok ebbe biztos. A remény az éppen ott füstöl. Más irányba kéne valahogy rájuk menni. Talán, hogyha kerülnék itt egy ilyet. Akkor esetleg. És ki is lőttem a Churchill-t. Nagyon szép.
Jó, őt ott valaki kilőtte. Az a baj, nem nagyon látok itt senkit mozogni. J38-5 az messzire van sajnos. De azt ki is lőtték. Itt nem mi kellett találkozni. Kedves Panzer 4. Egy döglött J38-5-tel. Panzer 470 az ugyanaz, mint ami itt van mellettünk. Nincs ott senki. Nem tudom, hogy mennyire lenne bátor egy ilyen hadmozdulat. Nagyon. Ez se volt egy nagyon jó meggondolás. Kimenni a kávé 85 elé. Most itt légvédelemmel mit tudok magammal kezdeni. Messzire van. Picit messzire van sajnos. Oké. Nem tudom, mi volt, kedves játék. Sajnos nem én lőttem ki. És ott jön egyébként a következő is. Ami egy G8N bombázó. Még egy picit messzire van, de az annyira nem probléma. Megvárjuk. Három, kettő, egy, most. És ennyi. Ijjaj! Utolsó leletével kiszedett. És akkor még a harmadik csatában megnézzük, mire képes ez a Hellcat-ecske. Be is dugott minket a harmadik csatába. Megyek itt is a szokásos pontomra, a szokásos irányomba. Veszedni a célre fogok központosítani mindenféleképpen. És ott próbálok megérvényesülni. És megpróbálok most egy kicsit ilyen passzívabb, védekezősebb játékstílust felvenni. Nem annyira agresszívan törni előre. Mert nem azzal a híresen nagy páncélzatú harckocsival játszok, mint például ilyen KV-1, Tigris, a Tigris szériák, inkább így mondom. Inkább így nyugnyugban hátulról próbálom támogatni a csapattársaimat, és nem meghalni az első 5 percben. És megmutatni, hogy ez a tank mégis mire képes.
ez még nem tudom, hogy ez pontosan mi volt. Úgy ellökött, hogy rossz volt nézni. Egy pár kuka volt. Átcsasszízok a többiekkel a túloldalra, még nagyon le fog maradni a frontvonaltól. Oké. Egyet már sikeresen ki is lőttem. Közben segítek a csapattársnak, hogy ő is kicsit gyorsabban tudja megjavítani a dolgait. Nagyon szép. Nem tudok átlőni. Nem megyek annyira előre, mert ott már mögöttünk megint megjelentek a rossz fiúk. Én inkább visszamegyek. Hát már mindegy. Kilőtték őt. Nem baj az. Attól még én itt át tudok slisszanni. Oké, megvan a második harckocsi is. Fel is robbantottam a panterdét. Nagyon szép. Van a mellettem, előttem egy harckocsi. Megvan a harmadik harckocsi is, nagyon szép. Egy KV-1-es volt itt mellettem. Már én fölélőttem sajnos. És kilőtték. Nem baj, nem baj. Így szépet megyünk, szépet megyünk. Kicsit ilyen passzívabb játékstílus kell abszolválni ezzel a hellkettel. Akkor lesz igazán tökéletes. Elfoglaltuk a B-t. Mi vagyunk pont túlerőben. Viszont én visszamegyek az A pontra, és nem ott megyek át keresztül. Arra fenéket C-re. Közben jön valami. Hát ott minden is jön. Közben. A pontárért kicsit megcsíptem. Próbálom másodjára ki is lőni. Nem jött össze. Ez az én nagy bajom. Hop, hop, hop. Sherman.
Jaj, ez baj. Úgy néz ki, ennyi volt a hacketes játszásom. Jó, mögöttem követik a Sherman, gyönyörű. Közben itt három kilőtt harckocsinál járok. Az a kis Panther D. Támad, támad. Előttem az ágyúját, nagyon szép. Most menekülünk. Igen, menekülünk, nagyon szép, kilőttük az ágyúját. Én legalább nem fog annyira veszélyt jelenteni ránk. És hát el is felejt bennünket, és átfordul a éppen mögött érkező tigrisre. Hát nem. Nem mindig így is jobban szerepelt a kis sárketecskénk ebben a csatában, mint az előzőben, vagy az előttiben. Tehát egyik harckocsi sem él örökké, nem tudunk vele minden egyes percben sikereket elérni. Ezt értékelni kell, hogy legalább ennyit is össze tudom hozni ebben a csatában. Nézzük meg itt utoljára a M6-tal mit tudok kezdeni. Vissza kell foglalnunk a C-t. Azt már foglaljuk is, te ott mit lősz? Ja, a repülőgépet. Kis mi más lőne egy légvédelem. Gyorsan át kell menni a B-re. El kéne foglalni. Majd, bocsánat, vissza kéne foglalni, mert most elfoglalták tőlünk. És vissza kéne foglalni. Ott volt egy M4 Sherman. Hát oda a lévő tigris ki is szedte. A B-n van egy Panther D. Kaptam egy assistot. Ja, az volt, amit előttük az ágyúját. Jajajaj, így már értem, meg kaptam rá assistot. Asszisztálást. Így foglaljuk a B-t, nagyon szép. Várok én is le a B-t foglalni.
Átkapok érte egy kis pluszpontot. Így zónafoglalás, nagyon szép. És át kéne menni az A pontra is, azt is el kéne foglalni. Hogyha már lúd legyen kövér, de ellenfél csapatában elég kevesen maradtak bent, abból is fele repülőzik, úgyhogy mehetünk nyugodtan az A pontra. Ezt nem lesz időnk elfoglalni. Nem fogunk tudni odaérni. Ezt a csatát megnyertük, srácok. Igen. Ennyi volt. Így van az eredménytábla. A H2-en megszerztük a nagyobb motort. 9-ek lettünk a csapatban. Kaptunk egy kis lóvét, egy kis tapasztalati pontot. És a H2-nél már a tüzérségi támogatást fejlesztés. Itt pedig... Oké, egy mozgás magassági irányzék fejlesztés mehet. Na és srácok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végignézte azt a kis szösszenetet. Nem tudom, hogy a elkövetkezendő héten, hetekben hogy leszek elérhető, hogy leszek jelen a csatornán. Eléggé érdekes lett a munkabeosztásom. Megpróbálok minél többet jelentkezni. Hogyha nem bírok annyit, akkor legalább ilyen hosszabb videókat fölvenni és föltölteni. Akkor ha tetszett, dob egy lájkot. Nem akarsz feladni a War Thunderről, vagy esetlegesen másfajta tartalmakról, ne felejts el feliratkozni. Addig is találkozunk majd a következő videóban. Én Gábor voltam. Sziasztok!